a mi segítségünk minden Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Konfirmáció alkalmunk megszentelése jön az Istentől, aki Atya fiú, Szent Lélek, teljes szent háromságnak örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvérünk Istennek szent igéjét, amelynek alapján az ő evangéliumát hirdetni kívánunk köztetek. Írva található az intolvasó ige szakasz folytatásában, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, 38. és 39. versben tekintetek. Péter ezt mondta: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távolodnak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. És hadd elejjem írja ki a 39. vers elejét, mert tiétek ez az ígéret. Nekünk is vannak ígéreteink, majd tartanunk el ígérgetéseket, nem? Különösen is ti fiatal konfirmandus testvérek tudjátok, milyen ez, amikor azt mondod, hogy igen, anya, jó lesz. Igen, akkor megteszem. Majd legközelebb, jobban figyelek, vagy máskor, igen, megígérem. Vagy mert egy másik szintre, tanárunk, tanárra, igen, jövő rá készül. Már nem sikerült, de hát így van. Megígérem. Igen, meg fogom tenni, és kinek ígérgetek még? Megint mindent teszek. Ilyen ígéretet, amit aztán talán a következő pillanatban is megtettem. Persze a másik fajta ígéret jobban tetszik nektek, fiataloknak, gondolom én, mert nekem is tetszett, amikor olyan idős voltam, mint én. Kislányom, ha már nagy leszel, akkor megkapod azt, amit már most megszed. Akkor majd neked adom. Kisfiam, látod, hogy örökségül tiéd lesz a családi birtok, a vagyon, a ház. Addig, amíg itt vagyok, addig hatalmon nálam, és utána hát viszont. Persze néha kicsit fenyegeti ez az ígéret, amikor a szüleim mondanak, hogy majd meglátod, ha nagy leszel, milyen nehéz lesz neked a kamasz gyerekkel, mint nekem most. És aztán, amikor valóra válik valami, amikor megkapsz valamit, amit megígérnek, talán most a konfirmációra is ígértek neked valamit, és amikor megkapod, akkor hogy folytatod ezt tovább? Amikor megkapod a vádvár biciklit, telefont, számítógépet, motort, ki tudja mit, most vagy holnap, vagy egy év múlva, vagy a ballagásra, vagy majd amikor házasságot kötsz, akkor hogyan tovább? Akkor vége van, akkor már nem kell várni rá. De úgyis azt mondom, hogy az első dolgot, hogy kipróbáld. Az első dolgot, hogy ezt most már az egyén is használhatom, és végre én vagyok az Ura, és azt teszem vele, amire használni kell, és ahogyan használni kell. Ha megkapod az ígéretet, ha beteljesül, akkor az a vágyat, hogy élhess vele, hogy megcselekedhet, hogy átélhess, amire való az az ígéret. De kedves fiatal testvérem és kedves gyülekezet, a mai Isten tiszteletnek az a legfontosabb kérdése, hogy Isten ígéretet adott neked, és ez mit jelent a számodra? Tudod-e egyáltalán Isten ígéretét, és tudsz-e kezdeni vele valamit? Az első pünköskor Péter kijelentette, tiétek ez az ígéret, és azóta a keresztények közösségében újra és újra felhangzik, tiétek ez az ígéret, tiétek ez az ígéret, bátorítanak bennünket arra, hogy meg akarjuk szerezni, hogy élni akarjuk vele, mert valamit tudtak a régiek. Mert átélték, hogy ezzel az ígérettel élve szebb és jobb ez az ígéret. Péter prédikáció arról szól, hogy bebizonyítsa Isten megvalósította ígéretét Jézus Krisztusban. Ami rajta múlott, ami Istenen múlott, azt ő megtette. Az ő feladatát végrehajtotta, elvégezte.
strongest and weakest. A kereszt titka, amikor megérted, hogy érted, hogy miattad, hogy helyetted történt Krisztus halála, hogy megérted, hogy neked kellett volna ott lennem lebegni, mert ő nem érdemelte meg, de én megérdemelném, amit már gyermekként még nehéz megérteni is. A tinédzserünk közöttén talán még ugyanúgy nehéz megérteni, hogy mit is jelent az, hogy én érdemelném meg ezt a halált, hiszen azért alapvetően jó gyerek vagyok, hiszen alapvetően igyekszem tanulni, hiszen alapvetően azért engedelmeskedem, hiszen alapvetően azért nagy baj nincs vele. Csak gondoljátok végig, hogy hányszor igyekeztetek valami nagyon megtenni a másik kedvéért, vagy már nagyon kértem. Nagyon kérte édesanyám, most az egyszer legalább drága fiam így és így. És azt nem sem kérte. Pedig igyekeztem. Még is. Pedig szeretett volna kimutatni a szeretetedet, és nem sikerült. Pedig jött az anyáknak, és megszeretett volna ünnepelni, és tönkre ment minden. Hányszor nézed azt, hogy igyekszel mindent meg, és mégsem. És ez azért nem sikerült. Mert mi emberek valamivetően Isten nélkül élünk. Akit lehet, hogy mi éreznek valami a jóságból, de már megtenni képtelenek. És ez az ígéret már csak karnyújtásunk van. Már csak ilyen messze van. Az ígéretben is Krisztus Jézus van beteljesedett, és az a tiéd lehet. Ha szükséged van rá. Ott az első keresztények meg is kérdezik, ezt a mondatot már nem olvastam fel, a felolvasott igeszebe szerint, mit kell tennünk? Atyám, fiam, férfiam, kérdezik az ötben. És pár a dolgokon léte, a megtérés, a keresztségek és a szentélyek ajándékának lételét. A megtérés az azt jelenti, héber, a héber szó azt jelenti, hogy megváltozik a cselekedeted, amit teszel. És a görög szó, mivel fordítják, az meg azt jelenti, hogy megváltozik a gondolkozásod. A megtérés azt jelenti, kész vagy változni. És hogy abból az állapotból, hogy nagyon akartam és mégsem sikerült, kész vagy arra változni, hogy most már nem én akarom, hanem úgy akarom, hogy Isten szeretné. Most már nem az lesz a legfontosabb, hogy nekem hogy a legjobb, hanem az, hogy Istennek mi a tetsző. A változásra való hajlandóságra megtérés, ami nem azt jelenti, hogy utána nem fogunk rosszat tenni, én magam is nap mint nap szembesülök vele, hogy nem azt teszem, amit akarok tenni, mert nem sikerült. Mert mégiscsak elfáradtam, mégiscsak türelmetlen vagyok, mégiscsak ingerült vagyok, mégiscsak veszítom azt, akit nem kéne. Hanem azt jelenti, hogy vágyat érzek az Isten akarata szerint való élés. Szeretnék úgy élni. Szeretnék olyan lenni alázatos, mint szerint. A keresztség, ami a legtöbbötöknél már megtörtént, az akkor ez valójában ilyen, amikor nem csupán tudod, hogy egyszer megkeresztelted, hanem felismered, hogy az Úr Jézus Krisztusnak akarod szolgálni. Hogy azt akarod szolgálni, hogy érted áldozta magát. Azt akarod szolgálni, aki a kereszten helyettet hagyta. És az emberek ajándéka pedig maga az élet, ami ezt követi, ami ez után jön. Az a biztos tudat, hogy nem csak a földi léttel kell számolnom, lehet számolnom, hanem utána az örökké valósági gondolkozom. Az a biztos tudat, hogy Isten az ő lelke által bennem él, és nem vagyok sosem egyedül már ettől kezdve. Az a biztos felismerés, hogy Isten segít, hogy az ő szolgálatában álljon. És nem kell feltétlenül mindenkinek lehet egy pár szóra lenni ahhoz, hogy Isten szolgálja, hanem ott, ahova rendel, ahova neked küldetést ad, ahova téged helyez, ott is lehet őt szolgálni. És a negyedik dolog pedig a Szentlélek ajándék, hogy abban erősíts meg, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljon. Hogy maradhassak a jó úton, hogy megtarthassam az ő ígéretét. Tiéd ez az ígéret. Ha ezeket megteszed, megkaptad ezt az ígéretet. És utána? Mondtam az előtt az elején az ígéretetnek azt a példát, hogy amikor megkapod az ajándékot, az ígéretet, egy nagy dolgot, akkor nem azt mondod, hogy most már megvan, fölveszem a polcra és kész. Hanem attól kezdve használod. Attól kezdve az életed részében, az attól kezdve
minden napos kapcsolatot lesz vele. Attól kezdve, ha diszipliát, csak diszipliával akarsz iskolába menni. Ha telefon kapsz, akkor állandóan azt fogod nyomkodni, hogyha laptopot kapsz, akkor szegészség azt fogják mondani, hogy mikor jön már közénk ez a gyerek, mert hogy annyira fontossá válik ez a dolog. De az Isten ígéretet megmondtad akkor, hanem folytatom is. Kezdesz-e valamit? A kezdet a megerősítés, a fordulat, a fordulópont, az elköteleződés, és mi a folytatás? A folytatás az lehetne, hogy az Istennel való kapcsolatod egy magasabb szintre, egy magasabb minőségre emelődik. Azt, hogy felismered tényleg a megváltó érkezett el hozzád. Hogy felismered, mit jelent az, hogy Istennel való kapcsolatodat helyreállítottad. A folytatás a mindennapos keresztény jelent. Hogy reggeltől estig és estétől reggelig vagy keresztény. Hogy reggeltől estig és estétől reggelig élsz úgy, ahogy ehhez méltó. A megvalósult ígéretért azonban már te vagy a felelős. Vagyon a te felelősséged, mi lesz a telefonoddal, a számítógéppel, a biciklivel, a motorral, meddig fog téged szolgálni, milyen gyorsan teszed tönkre, hogy vigyázzon rá, hogy hosszú évekig, évtizedekig ott legyen veled, ez a te felelősséged. És kedves fiatal testvéri konfirmandusként a te felelősséged, hogy hogyan néz ki ebből a templomból van, mikor jössz újra vissza, és hogyan élsz mindeközben. A te felelősséged az, hogy hogyan tanulsz bele a keresztény életbe, hogy hogyan tartod a kapcsolatot Istennel, hiszen már nem lesz kötelezően minden héten konfirmandus. Hiszen már nem lesz kötelezően minden vasárnap próbájának, de jöhetsz, de dönthetsz így, de mondhatod, hogy nekem ez így jó volt. És mondhatod, hogy egy-egy gondolatot mindig megértettem, és ez fontos lehet. Mondhatod azt, hogy kell nekem ez a közösség. Mondhatod azt, de akkor el kell jönnöd, és így kell lenni újra és újra, hétről hétre, vagy minden második hét. De mindez a te felelősséged. És van ebben a felelősség kérdésben feladat a szülőknek is. Akinek most itt vannak a gyerekei, hányan gondolják azt, hogy végre letudtam, hála Istennek. Bár nehéz volt, meg kellett küzdeni a gyerekkel, mert ilyen nem akartam, de pont lezártam. Megtettük, amit ígértünk. Igen, megtettük. Bár azt ígértétek, hogy önként jönnek. Ez is sikerült. És ha nem sikerült, akkor vajon tudsz abban segíteni, hogy nem engeded el a kezét, hanem újra és újra megfogod, kézen fogod és elhozod ide vagy a másik felkezetbe, vagy ahol éppen te vagy, hogy érezd el, neked is fontos az Istennel való kapcsolatod, és te is meg akarod újra és újítani ezt az Istennel való kapcsolatban. És kedves felnőtt gyülekezet, a testvérem, neked is van felelősséged ebben a kérdésben, hiszen a te életedről is szólt mindaz, amit most viszonylag direkt a konfirmandusok felé irányítottunk. Hiszen a tiéd is ez az ígéret. Hiszen te is megkaptad ezt, talán egyszer te is kitártál, talán egyszer te is fogadalmat tettél. És az, hogy hogyan valósítottad meg eddig, és hogyan valósítottad meg ezután mindezt, az a te felelősséged. És szeretett testvéreinek, a gyülekezeteknek, a közösségnek is van felelőssége, hogy hogyan tudunk befogadók lenni, hogyan tudjuk ezeknek a fiataloknak, vagy az itt lévő szüleiknek, akiket ritkábban látunk, azt mondani, hogy gyertek el újra és újra, mert jó. Mert itt kaptok valami pluszat, mert itt segítséget találtok az élet nehéz dolgaiban részben. Tied ez az ígéret. Kezdesz-e vele valamit? Isten szeretnek-e arra hívni, hogy Isten dicsőségére él az életedet ettől kezdve? Nagyon egyszerű dolgok van, folyamatosan, úgy, hogy közben látják az emberek az életet. Kedves konfirmációra kérlek, készül a testvérem, tied ez az ígéret. Most akkor a felelősséget, hogy emlékszel vele. Az elmúlt két év, az azt megelőző sok hittanos esztendő, megélő élmények, átél segítő pillanatok, arra akarnak biztatni, hogy folytasd, amit most felvállalsz, az bátor jövőben. Tied ez az ígéret, kedves ünneplő gyülekezet, egyen-egyenként a tied.
Kezdve van a mit. Kezdve Isten a szemét.